Hallé, én Toku vagyok, és ez a kis videó nem másról fog szólni, mint a Skype-nak a magyarosításáról, ugyanis jó páran beleütközhettetek abba a hibába, hogy amikor Linux alatt föltelepítetek, akkor bizony ugye ez szépen csak angolul kagyarászik veletek, úgyhogy nem hajlandó magyarul megszólítani, viszont ezt nagyon egyszerűen és gyorsan meg tudjátok oldani. Ugye alap esetben, ha megnyitjátok a Skype-ot, ugye akkor angolul fog beszélni, és tenni, hogy ugye, hogy honnan tudod elérni, az már megint egy nagyon egyszerű dolog, vagy a szoftver központból, vagy pedig ugye a Skype-nak a gyári oldaláról, és hogyha ezzel megvagy, akkor onnantól kezdve már tök egyszerű a történet, és mindjárt mutatom is, csak belépek. Ugye varázslatos módon a jelszóam ugyanaz lesz, mint neked, vagyis ugye pontok halmaza. És ha minden jól megy, akkor be is léptünk. Ugye itt látható, hogy nekem már magyar, de hogy sikerült ezt elérnem. Tök egyszerűen és ügyesen fogtam és keresgéltem egy kicsit a neten, és találtam ezt a kis oldalt, amit természetesen belinkelek rögtön a leírásba. Ugye ez egy 2.2-es Skype-hoz készült nyelvi fájl, viszont a 4.3-assal is tökéletesen használható, és tök egyszerű a dolog, ugyanis semmi más dolgon nincsen, mint az itt lévő leírás pontról pontra követni, vagyis fogod, és ezt kimásolod itt először, terminálba beilleszed, ugye rootként futtatva is letöltöd a nyelvi fájlt, majd utána fogod szépen, ezt másolod be, enter, ezzel kitömöríted, utána pedig ezt ugye soronként szépen beillesztve fogod, megint csak rakod és másolj át a helyére, és amikor legközelebb belépsz a Skype-ba, akkor jó esetben így magyarul fog fogadni, viszont ha ez mégsem történne meg, ugyanis csinál ilyen érdekességeket ugye a Skype, akkor fogod, belépsz ide, hogy Skype beállítások, és itt van egy ilyen, hogy Skype nyelve, vagy language ugye, és ott szépen kiválasztod a magyart, ha mégsem az lenne alapértelmezett, és akkor túl van tárgyalva a történet, bezárod és használod békességgel magyarul innentől kezdve. Úgyhogy remélem hasznos volt számodra ez a videó, ha igen, akkor tudod, üvegújjazzál meg minden más egyéb, stb. Szóval, pá!